A középmezőny célozta meg a bajnokság előtt a nyíregyházi férfi kézilabda csapat, azonban a szezon felénél a 12 csapatos tabella 11. helyét foglalja el a Bécsi János által irányított együttes. Varga Lászlóik Balassagyarmaton tudtak győzni, mellette hazai pályán a Kecskemétet múlták felül. A két siker mellett egy Balmazújváros és egy Mizsekáci elleni döntetlen, valamint 7 vereség az őszi mérleg. Az edző sejtette, hogy a nyári változások után nem lesz könnyű dolga csapatának. A tavalyi csapatból 8-an távoztak, és 2 darab új játékos érkezett. Ebből látszott az, hogy vékony lesz a keretünk, és próbálunk fiatalokat beépíteni. Sajnos a belső poszton nem találtunk olyan fiatalt, aki standard játékos tudna lenni, hosszabb ideig fönn tudna lenni a pályán. Szélen vagyunk idézőjelben erősebbek, mert ott több variálási lehetőség van, és ott megfelelően teljesítenek az ifi játékosok. Sajnos el kell fogadnunk, hogy per pillanat az utánpótlásunk nem rendelkezik azzal a játékos állománnyal, mint az előző években, és nehezebb a merítési lehetőség. Akik maradtak, összesen 7 darab felnőtt játékos, akivel ezt a szezont végig kell lett eddig játszanunk, és kijött az, hogy egy-két ember nem képes tartósan jó teljesítményt nyújtani. Abból kifolyólag is egyrészt, hogy ezek a játékosok amatőrök, tehát munka mellett vagy tanulmányaik mellett végzik el az edzéseket, és attól függ, hogy milyen állapotba érkeznek. A nyíregyháziak több meccset is az utolsó percekben szoros végjáték után veszítettek el. Minden mérkőzést az utolsó 5 és 10 percben buktunk el, ami szoros volt. Nagy vereségeink, ha azt mondom, hogy az utolsó 2-t leszámítva az Orosháza és a Player mérkőzést, akkor végig minden csapattal ott tudtunk lenni, sőt minden mérkőzést vezettünk az 55. percig. Elfáradtunk fejben, elfáradtunk fizikálisan, és akkor az utolsó szituációkban nem tudtak jó döntést hozni. Rengeteg volt a hiba azokban az időszakokban, és ebből látszott az, hogy elbuktuk, hogy elveszítettünk egy-egy pontot. Az utolsó 2 mérkőzést azért nem tudom konkrétan értékelni, mert sajnos ebből a 7 játékosból 3 sérült volt. Kidőlt a beállósunk, a Bormárk, az utolsó 2 mérkőzésen a Varga Lacinak kényszer megoldásból kellett játszania. A Takács Zalán kidőlt, őt nehezen tudtuk poptonni, tehát az ő gyors lábmunkája, ami védekezésben előnyt jelentett az előző mérkőzéseken, az hiányzott. Illetve folyamatosan voltak sérültjeink, a Gubó Alex, a Kurbei Laci, a Szűcs Balázs, aki 2-3 mérkőzéseken igen kevesebbet kellett, hogy játszon, illetve kevesebbet tudott vállalni. Mivel a cél továbbra is a középmezőny, a téli szünetben érkezhetnek játékosok a nyíregyházi csapathoz. Szeretnénk a csapatot megerősíteni, kellene igazolnunk 2-3 felnőtt játékost, aki érett és tapasztalt, aki tud segíteni jelen körülmények közt a csapaton, mert szükség van a rutinos játékosokra. A fiatalos lendület az nem mindig elég. Abból kifolyólag, hogy nincs átmenet a két korosztály közt, tehát nincs meg az a 23-4-5 éves korosztály nálunk, akiből lehetnek 2-3 játékos, hanem van egy nagyon fiatal, egy 17-18 éves, meg van egy 30 év környéki vagy a fölötti mag. Ehhez kellene nekünk a köztes megoldást megtalálni, odaigazolni 2-3 játékost. Az NB1B-ben február 15-én kezdődik a tavaszi szezon. A nyíregyháziak a nyitányon Debrecenben lépnek majd pályára.